A birka türelem. Ez férfias válasz volt. Le a kalappal minden édesanyja előtt, aki ezt végigcsinálja, mert kutya kemény az első 3 hónap. Már ilyen divatolni kell. Vissza kell vezetni a divatba ezt a hosszú fűzős kismama cipőket. Hagyja te! Ráragudj, de ez a konyhás néni cipő. Igen. Szeretném, ha a természete olyan lenne, mint az övé, tehát azért van önkritikám. Van önkritikám. Ez mindenki érdeke lenne. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most vége! Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuento todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves. Hát sziasztok! Teszvesz Zóriéknál vagyunk, ahol... Hogy hívjátok a Benedeket? Beni már 4 hónapos, képzeljétek el, és most elaludt. Mert hogy táncikálással altatod? Mm-hmm. Igen, nem grillusz kell neki. Santana. Santana, mm-hmm. Meg bachata, meg salsa, és akkor ti itt ezt így végig? Hát itt igen, de mondom, hogy múltkor be is állt a derekam tőle. Azért csak 8 kiló most már. És hát el vagyunk így másfél-két órán át is. Napközben szoktam így legalább tényekedni. Aha. Úgyhogy de a derekam érzi, tehát ennyi, látod? Kész. Annyi. És jól alszik? Jó. Néha így beletáncolunk még egy kicsit. Úgyhogy még egyenlőre én vezettem őt. Aztán majd lesz ez a 4-5 éves korában, már lehet, hogy te igen, fordulni fog a kocka, igen, úgy érzem én is. Addig ezt kielvezem még, hogy én vagyok a főnök. És a papa megnézi a... Igen. A pár előadását? Így igaz. Pedig Iminek egyébként nagyon jól áll a szalsza, nem tudom, hogy ti hogy gondolkodtok erről, de hogy egy ilyen nagyon vagány dél-amerikai fazont vett föl, amióta van a fia, Beni. 3-4 sör után minden táncot is. És el is hiszi, hogy tudja, tehát az a legjobb utána. Ott hagytuk abba, hát nehezen vallom be, de hogy tényleg akkor 4 hónappal ezelőtt, amikor megszületett a baba, igen. Akkor voltunk nálatok, úristen, hogy elrepült. Nektek is úgy elrepült, vagy pedig sok szenvedős nem alvás volt benne? Volt. Sírós, nem alvós, de volt. Én nagyon nem szenvedtem. Na, akkor ezt beszéltek meg egyszer, jó? Tehát arra így kíváncsi vagyok. Hát 3 hónapig, az ami a nagykönyvben van, 2 óránként felkelni, abból 1 óra etetés, 1 óra tisztába rakás, visszaaltatás, és kb. Volt egy 15 órán vagy 20 perc alvás, és utána kezdődik az egész előről. Antiszociális voltam. Tehát amikor én megértem, hogy ezzel kínozni lehetne. Tehát, hogy amikor már sírok, amikor fel kell kelni, nagyon fáradt voltam. De ez attól van, hogy az ember így idegileg kifáradt? Tehát, hogy nem alvástól? Igen. Mert igen. Hogy tudod, azért itt ültetek egymás mellett, te ott, Imi itt, amikor elmeséltétek azt, hogy 13 évvel ezelőtt mondjuk mit adtatok volna azért, aki ott van most. Bizony, tehát ezt én nem tudtam, mondtam is a barátnőimet, felhívtam, hogy erről ti nem beszéltetek, ezt ti nem mondtátok, és mondták, hogy majd jobb lesz. Nagyon örülünk minden percnek, természetesen nagyon hálásak voltunk, de le a kalappal minden édesanyja előtt, aki ezt végigcsinálja, mert kutya kemény az első 3 hónap. De az csak 3 hónap. 3 hónap, és utána egy tollvonással megszűnt, lefektetjük este 7-kor, és reggel 6-ig alszik. No, hát akkor megérte, nem? Megáll. Hát az csak 3 hónap befektetés. Most képzeld el, hogyha valaki akar 20 kilót fogyni, igen, az fél év befektetés. Nem eszik, nem alszik, sokat tornászik, tehát hogy ahhoz képest mond, ez... Igen. Igen. Szóval, hogy ilyen áldozatnak érezted ezt? Nem áldozatnak, nem. Csak egy állapotnak, amit azért nehéz volt. Tehát most itt lehet itt izélni, mondani bármit erre, de ezért ez egy nagyon nehéz időszak az a 3 hónap. Szerintem, aki nem, az hazudik. Én nem hiszem el, hogy nem nehéz valakinek. De az jó, elmondjuk egymásnak, nem? Hát persze. Erre kell számítani, most... aztán majd letelik ennyi, az a 3 hónap, másnál 6 hónap. Szerencsések vagyunk, vagy inkább Dóri, hogy ugye viszonylag hamar elfogyott az anyatej, és hogy az éjszakai ébrenléteket, azokat felváltva megcsináltuk volt, úgyhogy fürdés után a következő az enyém,
mert akkor utána én alszok, és a hajnali lesz a Dórié, mert hogy nekem menni kell dolgozni. De ez így lement flottul. Tehát, hogy beosztottátok. Ah, igen, ez Dóri élte meg nehezebben, mert ő ilyen allósabb. Tehát, hogyha fel kell hétvégén gyerek előtt 8 órakor... Nekem nagyon alacsony a vérnyomásom, nekem gyógyszert kéne rászedni, de mondta az orvos, amíg nem vagyok olyan. Inkább aludj el. Igen, aludjak meg így a kávét. És akkor én ezzel el voltam, de mondta, hogy én számítsak arra, hogy amilyen vérnyomásom van, én tényleg ilyen aluszékonyabb vagyok, és ugyebár ez hirtelen így meglőve, de ezt hozzáteszem, hogy nekem már előtte a terhesség utolsó 2 hónapjában is én már nem tudtam aludni, mert annyira nyomott, meg fájt a csípőm. Tehát, hogy ez nekem nem ez a 3 hónap volt, hanem előtte nekem már ezek nem voltak meg, ezek a nagy alvások, hanem az alvások, mert ő jelezte, hogy fel kell kelni, sétálni kell, tudod, és akkor sétáltam egyet, visszafeküdtem, és utána hagyott megint aludni egy fél órát, és utána megint kelni, meg hogy ugyebár amikor a hólyagot nyomja belülről, uh-huh. Jó, imádom, tehát az nagyon jó volt, amikor mentél ki, hogy pipilni kell, de közben semmi, csak éppen beletaposott. Jössz, apám, jössz! Jaj, Istenem. Na gyere, mossuk meg ezt a csodálatos testet. Kiszabadítalak. Kiszabadítalak. Azóta becsapódik. Szedik. Egy pengedély nélkül. Nekem ez nehéz volt ez az időszak, de persze ránéztem mindig, és akkor tudod, elfelejti az ember ezt, meg hogy minden percét hálát adok, de tényleg nehéz volt. Nehéz volt. És ezt így, mint házaspár, hogyan értétek meg? Nem vagyunk házaspár. Jó, jó van járunk, akkor. Csak járunk. Akkor a szerelmes pár hogyan élte ezt meg? Jól, humorral. És azt mondtad egyébként, hogy még nem vagyunk házaspár, vagy csak annyit mondta, hogy nem vagyunk házaspár? Hát még magam sem tudom. Jelenleg még járunk. Most a karácsonyi meglepit lelőttem. Nem, mert az egy spinning bicikli. És te kapod, vagy te adod? Ő adja, szerinted? Ő adja nekem. Mert hogy ugyebár én kinéztem itt, hogy na, akkor új élet, akkor kezdjünk el mozogni, mondom, a régi 50 kilós alkatomat vissza szeretném katni, de mondom, nem is 50, megegyezek egy 60-nal, de mondom, ahhoz is azért 4-5 kilót fogyni kéne. És... Igen, hogy te jelentkeznél, hogy... Nem, nem csak. Igen? Nem mer szólni. Nem. Remélem, köszönöm. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt.